A szárazság miatt a rovarok az idén jóval aktívabbak voltak, ezért elég sok parcellát újra kellett vetni. A kelő kukoricát a kukoricabarkó, a napraforgót pedig a kukoricabarkó és a sároshátú bogár együttesen károsították. A kalászosoknál befejeződött a növényi betegségek elleni védekezés, egyedül a szipolyokra kell még odafigyelni, összegezte a helyzetet röviden beszélgető társunk. Nagyon kevés csapadékunk volt. Az elmúlt héten a beígért csapadékmennyiség is igen tarka képet mutat. 5 és 20 liter közötti csapadék hullott ezen a területen. Úgyhogy, mint ahogy látható is már, itt sár nem volt sehol sem. Sajnos igaz, hogy ugye minden csepp áldásnak számít, de hát ez még mindig nagyon kevés a boldogsághoz, úgyhogy reméljük, hogy a következő időszakban azért majd valamennyire javul a helyzet, és több csapatégre számítunk itt a tavasz folyamán, hogy bár az majd a kapásoknál a hozam más képet tudjon mutatni. A szárazság miatt a gazdáknak a gyomírtás terén is módosítaniuk kellett a korábbi évek növényvédelmi gyakorlatán. Ami az idei évet illeti, ugye csapadék hiány esetében a gazdák többsége elállt a vetés után kelés előtti gyomírtók használatától, és nagyon helyesen tették, hiszen ezek a gyomírtók vizet igényelnek ahhoz, hogy aktiválódhassanak, hogy kifejthessék a hatásukat, és most már a napraforgók esetében is van lehetőség, vannak olyan hibridek, meg hát a közönséges napra vannak olyan vegyszerek, amit kelés után tudnak használni a termelők a széles levelű gyomok ellen is, és hát a kukoricában ott megvárják, hogy mi az, ami ki fog kelni. A tavalyi évnek ebben a szakaszában a rákcsálók inváziója elleni védekezés foglalkoztatta az embereket, amit több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel végeztek. Mindenki arra várt, hogy az időjárás hatására összeomoljon ez a populáció. Milyen most a helyzet? Veszélyeztettek-e a mezei pockok, egerek? Ebben a pillanatban azt kell mondjam, hogy tehát ez a veszély ez lecsitult, és sokkal enyhébb formában jelentkezik, úgyhogy nincs most invázióról nem beszélhetünk. Persze rákcsálók azok minden évben jelen vannak, minden alkalommal, tehát valamilyen szint jelen vannak ezek a kártevők, tehát most egy nyugalmasabb kép van, és remélhetőleg később volt az invázió, az inkább már május második felébe jelentkezett, amikor már tehát ott álltunk oratás előtt, amikor jelentkezett az a nagy kár. Milyen tanulságok vonhatók le ebből a rákcsáló invázióból? Mitől gyérült meg ez a populáció? Hát, hogy mitől gyérült meg, ezt pontosan nem tudom megmondani, de mint ahogy minden kártevő esetében a rákcsálókra is igaz az, hogy tehát egy ilyen ciklikus megjelenési, az inváziós periódusoknak van egy ilyen ciklusuk, és hát a tavalyi év az pont egy ilyen csúcspont lehetett. Valóban ott, ahol megjelentek, ott szinte tehetetlenek voltak a gazdák, mert hiába többször is átjárták ugyanazokat a területeket, és mérgezték ezeket a kártevőket, de mintha nem is történt volna semmi. Tehát hatott a méreg, meg mindent rendes, jól csináltak, csak éppen akkora invázióról volt szó, hogy amit nem tudtak, nem járt semmiféle hatása. Az idei év egy egész más képet mutat. Persze ott, ahol látnak aktív lyukakat a gazdák, ott hát az idejében is az a tanács, hogy a csaléteket azt tegyék bele a lyukba, a lyukat tessék betakarni, már mint ugye védjük a vadat is. Vajdaság északi részén milyen állapotban vannak az őszi kalászosok? Mennyire tudtak ebben a szárazságban kifejlődni, és mennyire sikerült megőrizni az egészségi állapotukat?
Ami a kalászosokat illeti, kalászosoknak is hát leginkább a vízhiánnyal küzdenek. A nagy szárazság, az erős szelek, amik jellemezték ezt a tavaszt, és hát még most is ugye tart, ez a legnagyobb probléma a kalászosok esetében. Ami a növényvédelmi teendőket illeti, azok itt már 90%-ba befejeződtek, imit amott még akad egy-két késeivetésű búza, hosszú, tehát egy hosszabb vegetációs búzafajta, ami talán most virágzik, ahol még azért a fuzárium elleni védekezés indokolt. A búzák nagy része, ugye, ahogy mondtam, azon már elvirágzott, tehát minden, amit lehetett megtenni a búzák esetében és az árpák esetében, az már megtörtént. Tehát a fuzárium elleni védelem és a leveleknek, a levélmasszának a védelme, az is ez már befejeződött. Levéltetvek azok voltak, ugye a kalászosokon is, hát én a gazdák legtöbbsége a gombaölővel egy időben használt rovarölőt is, úgyhogy most ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy ezek a vegyszerek még tartják a hatásukat, és kielégítőnek mondható a búzáknak az állapota a legnagyobb területen, persze mindig vannak kivételek, amit itt láthatunk, ez maga ez a szélnek a hatása. Tehát így a levél végek, amik így ki elszáradnak, ez magának a szélnek és a szárazságnak tudható be. Persze voltak itt, látom, hogy ennél a parcellánál, tehát maga a vetés fehérítő is, a léma, a nopa, ugye ő is aktív van, annak a lárvája is aktív volt, de hát én a rovarölővel ezt is megoldotta a termelő. A szárazság ellenére a gombabetegségek elleni védekezésen nem takarékoskodtak a gazdák. A kétszeri permetezés bevett gyakorlattá vált. A termelők legtöbbje a két permetezést azért az betartotta. Már évek óta ez egy ilyen bevett tradíció, ami jó, és az új fajták ezt igénylik is, hogy ezt így betartsák az emberek a szárba szökkenés időszakába, korai időszakába, akkor ugye a maga a levélmasszának a védelme az nagyon fontos, tehát akkor az ellen védekeztek, és a fuzárium az pedig úgyis csak preventíven oldható, mert tehát ott nem várhatunk semmit, amikor már tünetek vannak, akkor már nincs mit tenni, az megvan, hogy a melyik fejlődési fázisba kell az ellen védekezni, és ezt nem kockáztatják a termelők, nem merik kockáztatni, mert hát így is az árak, maga a fölvásárlási árak, azok nagyon gyatrák, nagyon kicsikék, és hogyha még ugye a legdrágább búza az a beteg búza, ugye? Tehát azon keresnek és nem kockáztatnak, tehát betartják a legalább két permetezést. Erre volt az idén is szükség. A növények fejlődésének a felgyorsulása a legjobban az árpa táblákon látszik meg, amelyek már május elején sárgulni kezdtek. Sajnos az idei év nem hagyományos. Ebben az időszakban még nem ilyen állapotban kellene, hogy legyenek a gabonafélék, az árpák sem. Mivel hogy nagyon kevés csapadék volt, a csapadék mennyisége lesz az, ami majd meghatározza a hozam nagyságát, és amiről most még azért nem érdemes beszélni, de azt biztos, hogy biztosra tudjuk mondani, hogy az aratás az legalább két héttel korábbra várható, mint az előző években. Az olajrepce a szemtelítődés szakaszába lépett. A becők szépen fejlődnek, a megtermékenyülés azonban nem minden esetben volt tökéletes. Ezen kívül a két héttel ezelőtti hideg reggelek a fiatal becők egy részének elrúgását okozták.